Sziasztok! A mai napon el is hoztam nektek azt, hogy mit szereztem be októberbe, szóval kezdjünk is bele a videóba. Októberben elég kevés dolgot tettem ahhoz képest, persze természetesen ott voltak a glamour napok, és ezek pedig azok a dolgok, amiket azon kívül vettem. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok a glamour napi hullamra, azt majd belinkelem nektek a leírásba, vagy majd itt valamelyik oldalon a kis infójelnél majd ott lesz. Három ruhadarabot vettem, kettő a New Yorkerből van. Ez egy ilyen sima, hát nem háromnegyedes, inkább negyedes, újú kis bordázott felső. Barna, van egy kis nyaka is, ami tök jó. Szerintem nagyon-nagyon őszies maga a szín is, meg szerintem úgy maga a felső is olyan őszies kialakítású. Igazából csak ránézek és azt mondja, hogy ősz. Szintén a New Yorkerből egy akciós felső, hát mikor megláttam, mondom, ez nagyon cuki, muszáj felpróbálni. Egy ilyen kis, sima, egyszerű fehér haspóló, ilyen masni alakú mintával, és meglepően tetszett magamon, szóval úgy gondoltam, hogy majd nyára ez nekem jó lesz. Illetve a H&M-be vettem egy hosszú ujjú felsőt. Már egy ideje hasonló mintájú felsőket nézegetek, de úgy soha nem határoztam el magam egyik mellett sem, mert mindegyikkel volt problémám, vagy kifogásom mindegyik ellen. Aztán most úgy voltam vele, hogy felpróbálom. És egyébként ez egy akciós darab is volt, nem is tudtam, csak a pénztárnál láttam már. De hát úgy voltam vele, hogy ez még így plusz bónusz, szóval igen, ez az a felső, ezek az ilyen bordázott csíkos felsők, amiket már nagyon-nagyon régóta nézegetek, és úgy gondoltam, hogy ruházzunk be egy téli darabra, kicsit rövidebb maga a felső, de egyáltalán nem mondanám haspólónak, és nekem igazából tetszett. Úgy gondoltam, hogy ezek a sápadban a rózsaszín színek nem fognak annyira jól állni nekem, mert ugye én eleve ilyen sápadt ember vagyok. De meglepően tetszett. A Rossmannban két terméket szereztem be, egy isanás borotvahabot, mert az mindig kell, illetve ezt a ziajás kókusz kakaóvajas sampont, ebből nekem van egy, azt használom jelenleg, és eléggé tetszik, igazából kombinálva egy másik samponnal elég jó hatást érek el vele. Szóval úgy gondoltam, hogy megveszek egy másik üveggel is, és majd tovább tesztelem a különböző samponok kombinálását, mert ez eddig egy nagyon-nagyon jó darab, nem tökéletes, viszont határozottan állíthatom, hogy még nem sikerült tökéletes darabot találnom. Egyébként vettem egy kiegészítőt is a New Yorkerben, ebbe négyféle különböző nyaklánc van. Ez egy ezüstös változat, már elég sok ilyen aranyos nyakláncom van, viszont több ilyen ezüstös végű bizsú fülbevalom, szóval úgy gondoltam, hogy beszerzek hozzájuk egy pár nyakláncot, és ezek olyan kis egyszerűek, és tetszettek, szóval úgy voltam vele, hogy akkor here we go. Egyébként én nem hordok sok ékszert, szóval nagyon-nagyon ritkán veszek fel, de azért néha jól esik, ha az embernek van több opciója. Végül megérkezett a szeptemberben rendelt Revolution-es rendelésem is, október elején körülbelül. Amit rendeltem, az egyik a Revolution Jake Jamie kollaboráció, ez a Feed Your Face Arts Mask, mégpedig ez a csokis zappelyhes változat, azt mondják, hogy ennek nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá igazából. Ez egy hidratáló arcmaszk. Én a hidratáló arcmaszkokat részesítem előnyben, mert az én bőröm nagy rész száraz, kombinált, szóval minden extra hidratálás el kell. Illetve megérkeztek a frenzes termékek is, például ez a récseles rúzs, menő csomagolás rajta van, úgy Friends X Revolution, és wow! Ó, de jó illata van! Ú, ennek ilyen fahéjas illata van, fahéjas sütemény! Ó, jó, szvacsoljuk meg. Enyhén lilás színű nude, én még igazából nude-nak nevezem. Lilás, barna, piros, rózsaszín.
Wow, most felsoroltam 4 teljesen különböző szín. Good job. Itt főként ilyen lilás rózsaszínnek tűnik a kezemen, itt pedig egy kicsit rózsaszínesebb barnának. A kamerán keresztül majd kiderül, hogy milyen lesz, amikor egyáltalán felkedem magamra. A másik dolog pedig, amit a Revolution-től rendeltem, még ugye ez a kollaborációs, frenzes kollaborációs paletta volt, ez a Mónika paletta. Ha, olyan jó, rajta van ez az ikonikus kis ajtódísz. Főként azért választottam ezt a palettát, mert ezek olyan számomra kedvelt színek. Nagyon sok természetes földszín, illetve egy kis csillogós is, amivel fel lehet dobni a kinézetet. Viszont ez egy teljesen hétköznapi nude paletta, aminek én nagyon-nagyon örülök. És ismerve a Revolution termékeit, úgy gondolom, hogy jó minőségű is lesz. Lehet, hogy lesz majd ezekről tesztelős videó a jövőben, viszont az még nincsen kőbevésve. Hát ezek lettek volna azok a dolgok, amiket októberben szereztem be. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg, és hogyha bármelyik másik közösségi platformonnal kíváncsiak vagytok, azokat rend mind megtaláljátok az infoboxban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!